Sok tehetséges diák jár a Tekóba is, most éppen egy színdarabra készülnek, hogyha minden igaz, ki vannak festve, mindjárt elárulják, hogy mi is lesz ez a történet, és hogy ki mit alakít, de előtte kérünk szépen egy bemutatkozást. Szabó Gönyöba Gergő vagyok. Kuklis Ivo. Na meséljetek, mi ez a színdarab, mit kell róla tudni, mire készültök? Hát a négy szülőtük elkeredőt fogjuk előadni, ebből két mesét fogunk eljátszani. És én fogom az oroszlánt alakítani, akit Bruckner Siegfriednek hívnak. Te ki vagy ebben a darabban? Én Dömdödöm leszek, aki csak annyit tud mondani, hogy Dömdödöm. Igen, hát ez egy elég összetett karakter, és bizonyára nehéz megformálni. Az oroszlánt eljátszani mennyire nehéz, hogy érzed? Igazából elég könnyű, mert rövid szövegem van, és a természete is olyan egyszerű. Régóta színjátszoztok már, vagy így ebben a körben régóta játszotok együtt? Hát most ugye 9. osztályban, most van ilyen először, és nemrég kezdtük tulajdonképpen. Milyen a társulat, mit lehet elmondani rólatok, milyenek vagytok így együtt? Barátságosak. Hát összeszokottak, nagyon jól játszunk, ennyi. Miért pont ez a történet kiválasztott a felkészítő tanárotok, vagy ti döntöttétek el, hogy ezt szeretnétek előadni? Tulajdonképpen együttesen döntöttük el, mivel ez mindenkinek tetszett, és voltak benne humorok is, és nagyon élvezte mindenki igazából magát, még a mesét is eközben. Mi a jó ezekben a mesékben? Miért szerettétek meg őket? Miért állnak közel a szívetekhez? Lekötnek minket, viccesek. Izgultok így fellépés előtt, vagy már annyira rutinosok vagytok, hogy egyáltalán nem kell izgulni? Természetesen szerintem mindenkiben benne egy kis lámpaláz, mint minden egyes fellépés előtt. Újabb tekos színjátszókkal fogunk most beszélgetni az elkövetkező percekben. Itt is van smink, bajusz, mi egymás, úgyhogy újabb állatkarakterek lesznek szerintem. Kérünk szépen egy-egy bemutatkozást. Fülöp Kitty vagyok. Bánhidi Hajnalka. Nálad nem egyértelmű, hogy kit alakít, azt nálad már egy kicsi jelzést látunk az arcodon. Te ki vagy? Én egy macska leszek. És te? Én az egyik mesében egy kék ló, a másikban én is egy macska leszek. Ti mit szerettek ebben a történetben? Miért döntöttetek egyáltalán úgy, hogy szeretnétek szerepelni ezekben a történetekben? Hát olyan családias benne a légkör, meg olyan, hát olyan érdekes. És vicces egyaránt gyerekeknek és felnőtteknek is. Korábban ismertétek ezeket a történeteket, ezeket a meséket? Én még sosem hallottam róluk, sosem láttam, de sokan, akit ismerek, látták már. Szóval nekem az én új dolog. Mesélték itt az előbb a 9-esek, hogy gyakorlatilag ez egy új dolog, legalábbis most van így felélesztve ez a színjátszás. Miért jó szerepelni, miért jó közönség elé állni ilyen történetekben? Hát jó így a közönségnek megmutatni, hogy mi is el tudjuk azt játszani végül is, amit a színészek. Mennyi időtök volt arra, hogy összejön ez az egész jelenet? Hát végül is éveleje óta tudtuk, csak dráma órán máshol is kellett foglalkoznunk, egy hónapja kezdtük el a gyakorlást. Ki hogyan választotta ki a szerepeket? Mindenki dönthetett, hogy kit szeretne eljátszani, vagy esetleg rátok osztották? Hát a dráma tanár felsorolta, hogy kik lehetünk, és mi magunk eldönthetünk, hogy kit szerettünk volna játszani. És a te karaktered miért állt hozzád közel, miért őt választottad? Én elve nagyon szeretem a cicákat, szóval úgy gondoltam, hogy most jól lesz így. Hogyan készült például a smink? Mindenki magának csinálta, te tükör előtt készítetted ezt? Én tükör előtt, igen, és másoknak is segítettem, aki például oroszlánt vagy macskát játszik. Amúgy a kellékeket, díszleteket, ilyeneket, azt hogyan szedtétek össze? Megoldottátok azt is magatoktól? Hát igen, itt bent voltak a raktárban, itt a drámateremben, és akkor mindent előszedtünk, aztán eldöntöttük, hogy akkor mit hol rakunk, és volt, amit teljesen újra hasznosítottunk. Hogyha már említetted ezt a drámaórát egyébként, ezt hogyan kell elképzelni, akinek mondjuk nem volt annak idején középiskolában, ilyen mi történik ezen a drámaórán? Volt, amikor filmet néztünk, aztán a mögöttes tartalmát átbeszéltük. Nagyon humoros hangulatban telnek ezek a drámaórák, inkább beszélgetős óra. Hát ilyen pótosztályfőnöki órának is nevezhetjük. De az azért mindig ott van a levegőben, hogy valami színdarabra, vagy valamire készülni kell egy ilyen csoportnak, tehát bizonyítanotok kell mondjuk a tanév végén? Hát úgy van, hogy egy színdarabot elő kell adnunk a tanév végére, és azért gondoljuk, hogy most pedagógus napra fogjuk előadni ezt a színdarabot is. Színjátszás az ott volt egyébként eddig is az életetekben? Tehát korábban mondjuk általános iskolában szerepeltetek, vagy itt kóstoltatok bele? Én régebben játszottam darabokban, amikor még kisebb voltam, de most újra kezdtem, és élvezem nagyon.
Másabb egyébként egy ilyen középiskolai színjátszókör, mint mondjuk általános suliban? Kicsit komolyabb, jobban oda kell figyelni, hogy hogyan beszélünk hangosabban, hogy a karakterekre, hogy hogyan viselkedünk, az érzelmeket például. Mire kell odafigyelnetek a színpadon? Kaptatok-e olyan instrukciót, amit majd most is észben fogtok tartani? Hát hangos beszédre nem szabad ugye hadarnunk, és hogy... Hát, hogy mindig arra nézünk, akihez beszélünk, de közben a színpad, hát arra is figyeljünk, hogy a közönség is lássa. Hogyan tovább lesz a folytatás, a jövő tanévben szeretnétek-e hasonló projektben részt venni? Hát szerintem mi szeretnénk, de ezt az előadást mindig a 9-eseknek adják. De hogyha lesz rá lehetőség, akkor visszatértek a színpadra? Én szeretnék, és szerintem mások is itt, akik most játszanak.